Na, ha a jószágok már így elkezdték az éhenzést, akkor kezdjük el mi is. És nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Távoli Korom Örménykút című kötet bemutatóján, és üdvözlöm a megjelent alkotókat is, Kis Andreát, akinek a kötet borítóján szereplő csodálatos fotót köszönhetjük. Tatai Dászlót, a felelős kiadót a Digitális Kalamáristól. És hát Adamik Zsolt, aranyvackor díjas, meseíró és újságíró és újabban színműíró urat is. Lehet tapsolni. De hajlom, de. Akinek a kötet tartalmát köszönhetjük. Én pedig Mag Eszter vagyok, a Kövér Béla Báb Színház egyik színésze, és Adamik Zsolt írásainak egyik nagy rajongója. Köszönöm. És neked is szegeznék rögtön egy kérdést, hogy belevágjunk. Kérdést már is nekem szegeznél? Mint a szél. És az lenne ez a kérdés, hogy nagyon sok szálon kötődsz Örménykúthoz, és nagyon személyes ez a kapcsolat. Hát igen. És szeretném megkérdezni, hogy mikor írtál először erről a helyről, illetve hogy mikor kezdtél el a kötetben szereplő... Na, akkor vadászni még. A kötetben szereplő szövegeken dolgozni. Hát konkrétan a kötetben szereplő szövegek azok olyan 3 éve indultak el, 4, mindig lett egy pici. Aztán idén nyáron ebből lett egy nagy. Hogy konkrétan Örménykútról mikor írtam először, nem is tudom, itt volt pedagógusom, azt állítja, hogy 3. koromban. Ennek azt hiszem az volt a cím, hogy Rambó Örménykúton, de nem vagyok benne biztos. és kockás matek füzetben volt írva. Igen, azt hiszem a Rambó Örménykúton volt az első komoly prózai művem, amivel próbálkoztam betörni a világpiacra, nem sikerült. Nem tudom. Én mindig írtam. Én nem tudtam heggeszteni, nem értettem a traktorhoz, lusta voltam, meg nem tudom, és így valahogy az írás az úgy jött. Aztán ezek az emberek itt a Szarvas és vidékétől fölkaroltak olyan 18 éves koromban, és akkor az volt az első olyan komoly állásom, ami az újságírással volt kapcsolatos. Te ne jegyzettél, mit jegyzettél? Biztos, ami biztos. A másik kérdésem az, hogy eddig főleg gyerekeknek szóló irodalmat írtál. Igen. És most ez egy, hát nem kifejezetten gyerekeknek szóló könyv. Idézhetsz a végéről, mert ott van édesapám kedvenc mondata a könyv kapcsán. A lófasz nektek nem törpe harcsát? Igen, neki ez volt a kedvence. Kiváló, valóban. Ez talán árulkodik, hogy ez tényleg nem gyermekirodalom. Bocsa, srácoktól. Nem gyermekirodalom, de közben mégis megtartottál benne egy nagyon gyermeki szemléletmódot, és nagyon sok saját élmény dolgozol fel benne, nagyon helyjellegzetes dolgokat mutatsz meg, ami közben mégis annyira általános érzést mutatnak be, hogy én, aki például egyáltalán nem is jártam eddig még soha Örménykúton, nagyon könnyen tudtam vele azonosulni, ilyen nagymamáknál töltött nyár kapcsán például, és azt szeretném megkérdezni, hogy ezeknek a csodálatos kis írásoknak ki a címzetje, vagy hogy kiknek írtad valójában ezt a könyvet? Ez egy olyan jó kérdés, hogy kérdez valamit Anditól, és utána eszembe jut a válasz, és akkor majd válaszolok rá. Inkább megkérdezném drága Tatust, hogy hogy zajlott a kiadás, hogy ki keresett meg itt kit a könyv gondolatával. Na. Régóta beszélgetünk már erről a témáról, emlékeim szerint. Egy régóta tervezett és mind a mai napig meg nem valósult magazin számára kértem először olyan írást a Zsoltitól, ami valamilyen kis prózát. És akkor ő adott is tényleg, és én úgy emlékszem, hogy az már ennek a csírája volt. Ennek. Igen, ez ennek a csírája. De egész komolyra csak idén fordult ez a dolog, és akkor hát nem mondom azt, hogy viharos gyorsasággal, de... Mennyi idő alatt készült el mégis?
Szerintem 2-3 hónap alatt. Wow. Körülbelül 2-3 hónap alatt. Azt meg, hogy kinek írtam, én nem tudom, remélem mindenkinek. De talán azt hiszem, hogy önző módon magamnak. Nem is tudom. Ki kellett nem írni? Tudom erre mit kell válaszolni. Mit kell erre ilyenkor válaszolni, hogy jó fej legyen az ember? Nektek. A szívemből, hogy egy darabot. Jaj. Köszönjük. Gyere máskor is. Jó közönség vagy. És hogyha már itt említettük ezt a kis prózát. Kis ugye, próza. A főszövegben úgy határozod meg, hogy ez a könyv álmos, ez a könyv életvezetési, ez a könyv füveskönyv, mítoszteremtős DIY, azoknak, akik vágynak boldog faluvá lenni, legalább ott bent, balra, valahol. A gyomor felett. A gyomor felett. És próbáljuk meg egy kicsit pontosabban megfogalmazni szerintem, hogy mi ennek a műfaja, mert amikor én olvastam, akkor nagyon sokszor eszembe jutottak az Örkényféle egyperces novellák, vagy mondjuk az Esti Kornél novella ciklus, amiben egy laza összefüggés van. Hogy te ezt minek szántad? Vagy mit gondolsz erről, hogy mivé sikeredett végül? Pont tegnap jelent meg egy nagyon hízelgő és nagyon jól eső kritika a Bárka Online-on a könyvnek a kapcsán, és ő azt hiszem, hogy rövid próza ciklusként határozza meg a könyvnek a formáját. Én nem tudom, hogy pontosan mi lett ez ilyen minden és mindennek a mindenségéből a minden, nem tudom. Tehát, hogy így gondolatfüzértől kezdve a tényleg, hát remélem, hogyha valaki elolvas, akkor majd vágyik Örménykút lenni, mert Örménykút boldog, Örménykút állandó, Örménykút mindig fiatal, Örménykút nem szereti a feketét. Csomó olyan dolog van benne, amit Örménykút kapcsán a figyelmes olvasó megfogadhat és magáévá teheti. Szóval ebből a szempontból akár egy életvezetési könyvnek is így könnyű eladni, ha a kamerában nézek? Hogy könnyű eladni egy könyvet? Mi legyen? Hát valami felhajtást kell körülötte csinálni, ez biztos. Botránykönyv. Botrányt, igen. A ledarálnak is. Jaj. Egyébként könnyen le lehet darálni, mert 52 szócikk. Igen. Igen. Könnyen ledarálható, mert direkt olyan papírból csináltuk, hogy aztán az újrahasznosítható legyen, és akkor... Ez nagyon kedves. Gondolunk a daráló emberekre. Igen. De reméljük inkább olvasással darálják. És akkor kitérnék a nyelviségre. A nyelviségre. Ami ugye nagyon jellegzetes szerintem, mert nagyon sok tót vagy szlovák kifejezést használsz benne, amit itt nagyon sokan használnak, és szeretném megkérdezni, hogy te mennyire beszélsz mondjuk tótul? Megértem, amit a nagymamámék beszélnek egymás közt. Ők a mai napig potyeszolnak tótul, ha jól vettem ki, meg hallottam. Tehát, hogy beszélni nem nagyon tudok, bár most voltam Prágában, és tök érdekes volt, hogy azért meg tudtam értetni magam. Tehát, hogy bementünk a henteshez, akkor tudtam kérni kolbászt. Nem biztos, hogy kolbászt adtak, kaptam valamit, de hogy úgy kértem. Tehát a proszimszi az még megy. De ennek avatottabb kutatója Kis Andrea. Igen, úgyhogy akkor hozzád is fordulni. Nem úszod meg. Nem. Eddig már reménykedtem. Mert te ugye egyetemen is tanultad a szlovák nyelvet. És ha jól tudom, akkor te vagy a Magyarországi Szlovákok heti lapjának az egyik újságírója. Igen. Szóval tök jó lenne, hogyha esetleg beszélnél nekünk arról, hogy milyen helyzetben van itt most Magyarországon, vagy még inkább specifikusan Örménykúton ennek a nyelvnek a helyzete. Ez kicsit szóismétlés, de remélem érted, hogy mit akarok kérdezni. Igen, próbálom értelmezni. Nem tudom, hogy hallható-e, hogy beszélek meg. Egyébként hallani hátul is, hogy... Kikérdezzük majd a végén. Majd végén, igen. Hű, hát igen, ez az a baj ezzel a kérdéssel, hogy kitűnő kérdés, csak nem lehet rá nagyon röviden válaszolni. Ráérünk. A magyarországi szlovák nyelv, vagyis hát a tót nyelv, hogy mindannyian ismerjük, meg beszéljük itt. Az a helyzet, hogy eléggé kihalóban van. Szóval azért is, hogy megszületett ez a könyv, mert voltak éppen egy mementó is ennek a örménykúti tótájszólásnak.
igazából ez a válaszom. Hogy igen, sajnos kihalóban van, és nagyon jó minden olyan kezdeményezés, ami arra irányul, hogy azért valamennyi megőrződjön belőle. Nagyon szépen köszönöm. És nagyon izgalmas az, hogy számomra, mivel én nem értek tótul, ezért egy külön humort adott a nyelviségének. Nem volt úgymond túltolva a tót kifejezések használata, és mégis egy ilyen nagyon különleges és egyedi ízt adott az egész kötetnek. És hát még a tót nyelv mellett nagyon sok hagyomány és szokás örökítődik meg benne. Egy ilyen vicces, szarkasztikus, kicsit ironikus bájjal bemutatva. Jaj, de jó, hogy ezt mondod. Legyen szó, akár temetés. Szóval, hogy nagyon sok hagyományt és szokást megörökít ez benne, legyen szó temetésről, vagy lakodalomról, vagy főzésről, amit nagyon sokszor írs le benne, vagy számomra talán ezek maradtak meg a leginkább, mert nagyon érzékletesen, nagyon hangsúlyosan az ízekre fektetve a fő fókuszt fogalmazol, és ha jól tudom, te gasztrobloggerkedtél is. Hú, igen, volt olyan is. És szeretnék rákérdezni arra, hogy az itteni gasztronómiai élményeid mennyiben segítettek ebben, és hogy mennyire volt tudatos, hogy ilyen erősen jelen van a kötetben ez a vonulata az itteni létnek. Hát én imádok enni, az egy dolog, de írni róla, meg olvasni róla még inkább. Igyekeztem a részévé tenni ennek a könyvnek, mert szerintem nagyon fontos része a tótságomnak a gasztronómia, a gasztronómiai része. Nagymamám kapusznyikája például, ami mindig 38 éve ugyanaz a kapusznyika, és ugyanolyan finom, nem? Vagy igen? Most akkor döntsd el, hogy melyik. Ez az a kapusznyika, ami bent egyébként fogyasztható. Igen, majd igyekezzenek lecsapni rá, mert nagyon fogy. Hogy is volt a kérdés további része? Hogy az itteni élményeit határozták meg? Annyira, hogy konkrét személyek vannak benne megemlítődve, például Klíma Gyuri bácsi, a birkapörkölt egyik szentje. Mert hogy itt nálunk hagyom, tehát birkafőrköltet itthon csak úgy nem főz az ember, az annak helye van, és például Klíma Gyuri bácsi az egyik, aki tapsoljunk meg, és köszönjük meg az eddigi birkafőrkölteket. Köszi. Szóval a birkapörköltet például nálunk nem fogyasztasz csak úgy, tehát hogy annak helye van, ideje, az egy szentség. Itthon, tehát hogy tényleg az egy ilyen felkenés, hogyha lagzi van, akkor biztos, hogy birkapörkölt van például. De ballagás van, akkor valakit hívunk a birkapörkölt szentjei közül, és ő megcsinálja a birkapörköltet, szóval, és azt nem is főzhet akárki, tehát hogy nem úgy van, csak úgy összedobok egyet, hanem. Ez egy kiváltság. Az egy kiváltság, sőt, szentség, én így fogalmaztam. Nagyon jó, hogy így fogalmazol, de fogalmaztál ennél pontosabban is, az a helyzet. Igen. Úgyhogy szeretnélek megkérni, hogy olvass fel. Kezdődik. Választhatsz a 19-est vagy a 21-est szeretnéd. Szerintem a 21-es, hogyha már említettük, hogy meg van említve. Így hallani tényleg? Szélfújásban is? Hullámozzunk! Nem, ez nem koncert. Jó. Ez a 21-es pont, amit felolvasok, mert hogy 52 pontból áll a könyv, az év 52 hetére leosztva. Ez a 21-es, ami úgy kezdődik, hogy a birkapörkölt szentjei hajnalban állnak neki. A pirkadat az örök kezdet nélkül a pörkölt főzés mit sem ér. A pálinka pohár. A kötény papi karing, a kondér zengő kút mély cibórium. A gázpalack hiába fut ördögvillába a cső, s fűti az üstházat pokollá, a liturgia gyújtósa. A füst, ami az üst alól glória bodor, áldozat. Aki odaóvakodik hozzájuk, az ünnep mögé, csendben áll, hiszen tudja, hogy itten neki nincs szava, aki csodát lát, az csöndben teszi, esetleg pohára ahhoz, hogy a szentség viselése könnyebb legyen. Birkapörköltet csak úgy örmékút nem főz. Aki főzi, az ünnep mögött, az nem is főz, rituálit hajt végre, Galát Pali bácsi, Ruska Jani bácsi, Macák Jana, Rosszik Jani, Salamon Béla, Terhez Zola, Klima György és Csícsej Pál.
nem szégyen a tartsul, szeretem. Hát így. Nagyon szépen köszönöm. Ezt visszateszem. És nagyon érdekes a kötetben az, hogy teremtesz egy saját mitológiát, Mythos DIY. Igen, Mythos DIY. Hogy téged idézzelek, és ennek a része a birka pörkölt szentje is, akik visszatérő szereplőként úgymond adnak egy összetartó erőt az egész kötet szerkezetének. Hát, mint a szaftnak a zsír, tehát így. Hát valami muszáj. Igen. És nagyon érdekes ez, hogy mitikus magasságokba emeled, de közben mégis nagyon jelen idejűen beszélsz mindenről. Hogy egyszerre van jelen a múlt és a jelen a kötet végén, a fák kapcsán, és írsz is arról, hogy hogyan telik az idő. És egy kicsit szeretném, hogyha beszélnél róla a közönségnek, hogy te hogy látod Örménykút és az idő kapcsolatát. Akik esetleg még nem olvasták, azoknak szerintem ez lehet a legizgalmasabb része. Örménykút és az idő kapcsolata? Igen. Hát, ahol most ülünk, az például, azt képzeld el, az én óvodám volt. Én itt voltam óvodás. Wow. Komolyan, és az az egyetlen emlékem, azt hiszem, az óvodából, most legalábbis ez ugrik be, hogy anyukám megy el egy piros kabátban arra. Jaj. Nem tudom, hol lett az a piros kabát, de a padláson biztos, hogy megvan, mert dolgot nem dobunk ki. Hát, nagyon megváltozott, de mégis egy csomó mindenben ugyanolyan maradt. Ahová jó hazajönni, tehát hogy én nem tudom az örménykútiságomat. Szerintem mind a ketten így vagyunk ezzel. Hogy valamiben, akár jelzőkben megragadni, vagy mire gondolsz? Hát, hogy nem tudjuk levetkőzni az örménykútiságunkat, ja, tehát hogy hát mi azért... Lehettünk 20 évet Pesten, de akkor is mi itt vagyunk otthon. Tehát a múlt úgymond meghatározza a jelenedet is, és emiatt jelen idejűvé válik. Igen, és leginkább a gyerekkorom szerepel benne, szóval ezért volt fontos számomra a jelen idő, hogy egy kicsit azért gyerek maradhassak, ami szerintem tök fontos. Értem. Nagyon szépen köszönöm. Bármikor, Eszter, bármikor. És akkor, Andi, megint hozzád fordulnék. Jaj, de jó. Hogy tök jó, hogy hozzászóltál az előbb is. Ha jól tudom, akkor épp dolgozol egy fotósorozaton, még hogyha ötlet szintjén is, ami egy kicsit a magyarországi tótokkal foglalkozik, és Örménykút bemutatásával. Mesélsz nekünk erről egy keveset? Hogy igen, ez két különálló sorozat. Én ugye fotósként kezdtem el működni kb. 3-4 éve, és most értem oda ebben a fotós pályafutásban, hogy elkezdek önálló, kicsit művészi igényű projekteken dolgozni. És az egyik ilyen nagy projektem az a magyarországi szlovákság, inkább tótságot használok, feldolgozása, mint hogy nem úgy feldolgozása, hanem a szlováksághoz fűződő viszonyom feldolgozása. És úgy szeretném ezt megcsinálni, hogy hozzám közel álló magyarországi szlovák embereket szeretnék megszólítani, itt Örménykúton is, illetve ugye az egész országban, akiket megismertem, akár tanárok, írók, költők, stb. Barátok, és szeretnék róluk egy portrét készíteni, és elbeszélgetni velük arról, hogy mi az a tárgy, ami nekik úgy sűrítve a szlovákságukat, vagy tótságukat jelenti. Legyen az akár egy Tranoscius, vagy legyen az a kapusznika, és én kis mini interjúkat is mellékelni a képpárok mellé. Illetve az Örménykút sorozatom, ez egy kapott feladat az egyik lassan mesteremnek mondhatom fotóstól, hogy dolgozzam fel a gyermekkorom helyszíneit úgy, ahogy hogy az látszódjon, hogy milyen érzelmek fűznek hozzá, és hát nyilván, hogy Örménykút volt az én gyermekkoromnak a helyszíne, szóval ezen kezdek el most dolgozni. Alig várjuk. De ez barom izgalmasan hangzik el. És egy kiváló kiinduló pontja volt ez a kötet, meg az ezen való gondolkodás, hogy mi is lehetne, hogy lehet egy képbe sűríteni azt, amit én Örménykútról gondolok. Szóval köszönöm a lehetőséget. És azért, nagyon szívesen máskor is, én köszönöm a lehetőséget, hogy közösen dolgozhattunk valamint, de az volt a csodálatos, hogy Andrea körülbelül 3 képet küldött át, és azonnal sikerült azt az elsőt elkapnunk, ami szerintem
tökéletesen mutatja magát az örménykutiságot. Ha már a borítón szereplő fényképnél tartunk, akkor rákérdeznék, hogy ez a három fotó, ezt azután választottad ki, és küldted el Zsoltnak, hogy már olvastad a szövegeket? Persze, én megkaptam a szöveget, és én a szöveg alapján kezdtem el gondolkodni, plusz ami nekem elsőként, mint szimbólum beugrott örménykútról. Szóval, igen. Szimbóleum. És szimbóleum. Mesélsz konkrétan erről a fotóról, hogy miért erre gondoltál? Bocsánat, de az a vicces, hogy szerintem, ha valaki ránéz erre a képre, akkor, és örménykút, akkor pontosan tudja, hogy hol van. Hogy ez melyik gólyafészek és hol található. És ez nagyon durva. Elárulod? Nem. Nézd. Ez szarvasi vagy, én szarvasi akar. Bár pontos néztem egy kicsit rá. Nem vagyok szarvasi. Szóval ez a kép nagyon sűrű, akár csak a szövegek. Úgyhogy tök jó lenne, ha egy kicsit kifejtenéd nekünk szóban. Ez a mire gondolt a költő? Nagyon szeretem az ilyen kérdéseket, igen. Csak nagyon izgalmas lenne belelátni egy picit a te alkotói folyamatodba is. Hát most már elárulom itt a nagy titkot. Ez a gólyafészek, ez a utcánknak a végében van, és mindig eljövök mellette, amikor jövök haza, meg amikor megyek el. És van egy másik gólyafészek is vele szemben, az viszont lakott, ez ugye nem lakott ez a gólyafészek. És azért ezt fényképeztem le, mert ugye ez egy szétzilált gólyafészek. Tehát, hogy ott vagy van, vagy volt egy gólyafészek, ezt ugye nem tudjuk. Biztos, aki itt lakik napi szinten, azt tudja, hogy ez van vagy volt. És ilyen a viszonyom egy kicsit örménykúthoz is, hogy azért ebbe a képbe próbáltam azt belesűríteni, hogy tudom, hogy ez egy... Most ma én vagyok a pesszimista szerintem. Szóval amikor én gyerek voltam, itt azért háromszor annyi ember lakott, mint most, és eltűnőben van a falu, de mégis azért itt van ez a gólyafészek, ami lehet, hogy egyszer felépül. Szóval szerettem volna, hogyha a remény is, meg az elmúlás is megjelenik egy képben. Nagyon szép, és amúgy a szövegeket is szerintem áthatja egyfajta ilyen keserédes idill. És szerintem András tökéletesen látta meg. Most viszont, ha már a vizuális megjelenésnél tartunk, akkor rákérdeznék, hogy az illusztrátor hölgy, Vasági sajnos nem tudott eljönni, viszont... Integessünk neki oda a kis kamerából, hogyha átalált minket. Szia, Ági! Bárcsak itt lennél. Ne sírj. Szóval szeretném megkérdezni, hogy vele hogy kerültél kapcsolatba, hogy választottátok ki őt, és hogy milyen folyamat volt az, amíg kiválasztottátok ezt a stílust, vagy hogy mindent ő ajánlott-e. Hogy alakultak ki ezek a csodálatos illusztrációk, amiket, ha esetleg valaki még nem olvasta a könyvet, akkor megmutatnám a birka pörkölt szentjét, és majd aki esetleg megveszi, az mélyedjen el az illusztrációkban is, ne csak a szövegekben, mert gyönyörű és egy ilyen Réber Lászlós sűrített képet kapunk az egész mesevilágról, amit Zsolt megfogalmaz. Pont ezt akartam mondani, hogy ez az Ágival nagyon régen mi ismerjük egymást, és tudtam, hogy kitűnő rajzai vannak, és egyrészt azt akartam, hogy valaki pöstiként a szöveg alapján alkosson képet. Másrészt örülök, hogy felhoztad a Réber László újságot. A Réber László volt a Lázár Ervin könyveknek az illusztrátora. Ági pont annyira van közel hozzá, hogy még azt lehessen mondani, hogy ez Vasági, de nagyon-nagyon, nem is tudom, tehát hogy nagyon-nagyon, mégis, tehát hasonlít rá, de nem az, és ezt imádtam benne. És igazából nem is volt nagyon vita, nem emlékszem rajzra, amin vitáztunk volna, hogy ez nem jó, vagy megcsinálta, és ezek egyből. Én nem tudom, hogy hány vázlatot csinált ezt otthon. Ezt nem tudjuk, hány vázlatot csinált otthon, de amit nekem átküldött, abból szerintem nem volt egyetlen olyan sem, amit így azt mondtam volna, hogy akkor ezt inkább másképp vagy. De nagyon ügyesen ráérzett, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ő lett végül is a könyvnek az illusztrátora. Akkor ő végül ezek szerint nem is járt soha örménykúton? Hát, ha csak részegen, nem is nem emlékszik rá, de egyébként nem iszik. Nem tudok róla. Szóval te 3 évvel fogalmazgatod ezeket a szövegeket,
és ő viszont csak az utolsó munkafolyamatban, az általad említett 3 hónapban csatlakozott bele? Nem, azt hiszem, hogy azért régebb óta dolgozik ő is ezeken a rajzokon. Most az Ágiról van szó? Igen. Igen, az Ági az, hát egy kicsit régebb óta már elkezdett vele foglalkozni, amikor beélesedett a helyzet, akkor nagyon gyorsan. A 3 hónap csak onnan számít, amikor már minden alkatrésze meg volt a könyvnek. Igen. Értem. Köszönöm. Egyébként ezek az alkatrészek izgalmasak. Igen, múlt felett. Nyugi. Nem csak gondolkozom, hogy milyen szép átkötéssel tudnám rávezetni a következő kérdésre a beszélgetést. Most már izgalmasan várjuk. Igazából említetted a főszövegben a füveskönyvszerűségét a szövegeknek. Nagyon sokszor egy ilyen csattanóval, vagy kis bölcsességgel van vége a szövegeknek. Csak bölcsességgel. Talán annak is az eredménye, hogy nagyon-nagyon sűrű szöveg. És azt szeretném megkérdezni, hogy ez miközben dolgoztál a szövegen, aközben tisztult ki ennyire a helynek ez a különös zen atmoszférája és bölcsessége, vagy ez gyerekkorodtól fogva, amikor itt éltél, már magadban hordozol? Én gyerekkorodtól fogva rettentő bölcs vagyok. Ezt kimondhatjuk, szerintem ezzel minden jelenlévő egyetért. Rácz Barbira nézek nyilván. Nem. Fú, remélem nem volt. Tehát, hogy remélem, hogy bölcsességet nem fogalmaztam meg sehol. Max valami, nem tudom, valami kis izét, de... Ez most már nem ott a dolgom. De ez most már nem az én dolgom. Volt erre az előbb valami nagyon jó válaszom, de elfelejtettem. Kérdezze valami tatustól után eszembe jut. Inkább elmondom, hogy amíg gondolkozol, hogy a bölcsesség alatt nem egy ilyen csodálatos közhelyet értek, hanem tényleg valami mélyen megfogalmazott. De hát az lehet, hogy csak az olvasónak van benne, az írónak még nem volt. Annál szebb. Nem tudom, ezek hogy jöttek ezek a szövegek. Voltak persze olyan gyerekkori emlékeim, amiket mindenképpen bele akartam tenni. Így utólag van egy csomó, amit nem tettem bele, és nagyon sajnálok. A szippantós kocsi például egyszer nem szerepel, és ezt nagyon sajnálom. Ez rettenetes. Nem tudok erre okosat mondani. Remélem, mindenki talál benne olyat, amitől örménkút lesz egy kicsit. Akkor beszéljünk inkább arra, hogy hány szöveget írtál eredetileg, és hogy mennyit kellett kihúzni, hogy hoztátok meg ezt a döntést, hogy mik kerüljenek bele? Hát egyrészt Tatusékkal, a kiadóval agyaltunk, hogy pontosan hány szócikk legyen, akkor jutottunk az 52-re, és nagyon fontos szereplőt el ne felejtsünk megemlíteni, Kis Ottót, a könyv szerkesztőjét, a mindenféle díjas meseírót és írót és drámaírót és a többi, aki szerkesztőként vagy volt jelen a folyamatban, és nagyon fontos szereplője volt, mert nagyon sok olyan mondatot rakott rendbe, amit én sem nagyon tudtam volna rendbe rakni valakinek a segítsége nélkül, mert túladamikoltam, túlgondoltam, túlírtam, és akkor Otto nagyon ügyesen vágott abból, ami szerinte sok, aztán tett hozzá ahhoz, ami szerinte kevés, és a kiadó másik munkatársa, vezetője, tulajdonosa, Keserű Zsuzsa, kreatív igazgatója volt az, aki még rengeteget segített a szövegek kialakításában. És aztán így lett ez. Ez. Nagyon szépen, úgyhogy én szerkezetileg két elemre bontanám a kötetet. Az első, ez az 52 rövidebb szöveg, ami úgymond szép irodalmi, és a második részében pedig van egy 8 oldalas komoly történeti kutatásnak az eredménye. Egy esszé, ami teljesen objektíven fogalmazza meg Örvénykú történetét, szemben állítva a szubjektív élményekre épülő bemutatással. Hogy ezt miért érezted fontosnak, hogy ez is benne legyen a kötetben, ne csak egy ilyen személyes lírai vallomás legyen? Miért éreztük fontosnak? Én ezt nem éreztem fontosnak. De nem érezte fontosnak. De elfogadtam, hogy legyen egy ilyen. Tényleg? Igen. Ezt eddig nem mondtad. Most kell kiderülni, hát kész van. Hajaj. Kitépjen belőle. Most ezeket a köteteket majd úgy fogjuk, hogy jó van ez így, ahogy van. Persze, hogy jó. De ezért nem is szóltam nyilván, mert
azt gondoltam, hogy igen, ennek itt helye lehet, vagy helye van. Én el tudtam volna képzelni úgy is a könyvet, hogy semmi magyarázat, semmi komoly dolog nincs hozzá, de azt is elfogadtam, hogy ez része és tartozéka, és olyan információkat ad, ami segíti a olvasót a tájékozódásban. Itt nyilván örményútiak vannak elsősorban, de esetleg feltételezzük, hogy lesznek olyan olvasók, akik majd csak ezután jönnek örményútra. És lesznek örményútiak. És lesznek örményútiak. Vagy örménykutak. Vagy örménykutak. Nem tudom. Nagyon izgalmasnak tartottam. Igazából nem is, csak úgy elindult. Úgy elkezdtem úgy kutakodni, és aztán abból úgy lett egy nyomozásszerűség, ami tök izgalmas könyvtározással, meg telefonhívásokkal, meg mindenféle magáninterjúkkal járt, és aztán lett a végén tényleg egy ilyen történeti áttekintés. Én nem gondoltam az elején, hogy lesz benne ilyen, de aztán addig kutakodtam, és jártam ki például Fabó bácsékhoz a tanyára, és olyan információkat osztottak meg, amiket utána akartam nézni, akkor ebből információ lett, és akkor az sok információ egyszer csak összegyűlt a végén egy ilyen, hát esszé egyébként valóban stimmel, azon túl, hogy nincsen lektorálva, tehát hogy az ott lévő információk ki tudja, hogy helyesek-e. Nagyon remélem, hogy a zöme az, hogyha tévednék, akkor elnézést kérek már most mindenkitől. De így nagyon szép bele. Dolgokat osztasz meg, és köszönöm nagyon szépen. Nagy történelmi múltat teszel örménykút mögé a szubjektív történeteden. Muszáj ezt hozzátennem, hogy volt egy tudós, akivel interjúztam telefonon, és ő azt mondta, hogy annak idején a kunhalmokat azért használták, meg az azért volt szakrális hely, mert ott egyszer megszűnt a gravitáció. Ezt nem hittem el neki feltétlenül, és nem is írtam bele a könyvbe, de ezen túl nagyon okos dolgokat mondott a kunhalmokról, amikről nem tudom, hogy városoként tudsz-e egyáltalán. Mert négyféle kunhalom volt, például Örménykút környékén is, és akkor például erről is szó van a végén. Mert a kunhalom nekünk az nem szakrális hely volt, hanem hol van Urbán Gabi? A gyerekkori legjobb barátommal az a szánkózásnak a helyszíne volt. Igen. A lábújlevágós. Nem, a lábújlevágós, az Klimaj bácsékra nézek ismét. Igen, az... Igen, a Tacskó márkájú személygép biciklimmel sikerült levágni, és becsoszoktam hozzájuk, és ők csak annyit láttak szegények, mert éppen nem voltak otthon, amikor hazaértek, hogy egy fél véres lábnyom vezet be az ajtóig, aztán meg megy át a nagymamáékhoz, mert én bementem oda, mert sokan levágtam a lábujjamat, mondtam nekik, akkor mondták, hogy ó, hozunk egy kút vizet. És akkor abban így beleraktam a lábamat, aztán mentem anyámhoz az irodára, hogy a gyerek levágta a lábujját. Ilyen emlékek vannak. De egyébként a kunhalmokhoz tartozik, hogy egyszer beszöktünk. Emlékszel, amikor a régészeti ásatások voltak? Igen, volt itt régészeti ásatás, és az nagyon le volt zárva, senki nem őrizte, de nekünk mi úgy mondjuk, hogy beszöktünk, mert az veszélyesebbnek hangzik, és akkor ott kolbászoltunk. Kielégítő volt a válasz, mert nem tudom. Tökéletesen, köszönöm szépen. Igyekeztem. És a szubjektív élményeken kívül, illetve a történelmi kutatók munkásságán kívül, amik az eszében szerepelnek, ugye, már beszéltünk Örkényről és Kosztolányiról, Réber Lászlóról. Milyen alkotóknak a művei voltak rád hatással leginkább, amíg dolgoztál ezen a szövegen? Vagy mi az, amire ráismertél utólag? Például van benne József Attila idézet, ha jól fejtettem meg, van nem benne, tudom, hogy direkte. De akár a Queen zenekarnak az egyik számának az áthallását is tényleg felismerni véltem benne. Hol? Az melyik? Amikor Örménykút elrepül. Tényleg? Persze, az autó egy szerpentinen. Nekem abszolút beugrott. Jó, hát most, hogy mondod, igen. Na, hát Queen is van benne, szóval hogy van ebben minden. Mik azok, amiket felismertél? Nem kerül sokba. Nagyon sok minden szerepel. Mi az, amit felismertem? Hát Richard Brautigent, akint remélem, hogy jól ejtek biztos. Pisztránk fogás Amerikában című könyve az hatalmas hatással volt ennek a könyvnek az alakulására. Lopni okosan, csak szépen. Nyilván Eszterházy, akinek a szövegei komoly hatással voltak, de én örkényista vagyok tényleg, tehát hogy én az Azt mesél de Pista című darabot, ami Örkény életéről szól, ha nem láttam 8-szor a Mácsai Pállal, akkor egyszer sem.
nem is tudok még kit. Talán Krúdi Szimbádjából a csodálatos étkezés leírások. Igen, a Szimbád. De akkor már inkább a Fábri filmből. Mm. Nagyon szeretem Krúdit, nagyon sok Krúdit olvasok. De simán benne van a pakliban, persze. Hát az ember abból építkezik, amit összeszed magának, ezt Andrea is, meg a kiadó úr is nyilván meg tudja erősíteni. Biztos, hogy egy rakás olvasmány élvényem hatással volt rá, akire még csak nem is gondoltam, például a Quimby zenekar. És hogyha nem csak olvasmányokban gondolkozol, hanem akár zenékben, vagy képzőművészetben? Hát nem tudom, hogy ki vette észre, aki már forgatta a könyvet, hogy a könyv elején és a végén egy-egy QR kód található, amit a telefonnal meg lehet fejteni. Tehát telefonnal fölé megyünk egy QR kód olvasóval, akkor nagyon érdekes adalékokat adhat a történethez. Nem lövök le semmilyen poén, de például a vízállás jelentés utáni Bartók pötyögés, és ott Bach az eléggé valamiért a fejemben volt. Hát a háló. Ami különös, mert azért a Csaba Csüdi nagymamáméknál volt leginkább, itthon annyira nem, de nagypámnál mindig szólt a Bartók. És akkor ott ismerkedtem meg az a dologgal, hogy például van ilyen, hogy hangjáték, hogy ez milyen tök jó dolog. Wow. Szóval a könyv elejét meg a végét érdemes meg QR kódolni. És ismét csak Vas Ági munkáját tudom dicsérni, aki nagyon ügyes illusztrációkban rejtette ezt el. Alig feltűnően a házi áldások közepére egy vonalkódon. De nagyon bájos. Unják? Még jók vagyunk? Biztos? Jó. Hát még el vagyunk, mint a befőt. Hát. És kaja van. Igazából elérkeztünk az utolsó kérdéshez. Köszönöm szépen, rokon, nem baj. Legalább őszinte a hozzászólás. Ki az, aki szerepel ebben a könyvben, és itt van most, ezen a beszélgetésen? A kedves Birka Pörkölt szentjén kívül esetleg. Ott az a fiú, aki szakállal próbál növeszteni. Ő biztos benne van, mert együtt loptuk a cseresznyét, amikor Szebenyinszkinének a férje ránk csapott nyáron. Rajtuk ütött, abból nagy balhé lett. Nagymamám, aki ott ül, ő benne van, és nagyon sokat köszönhetek neki, mert nagyon szeretett mindig. Hát mit köszönsz? Én köszönöm most éppen, de köszönjél meg sem. Ne esd ki a szerepedből. Ne igyekszem, igyekszem. Fú, ki lehet még? Nem is tudom. Hát szerintem mindenki egy kicsit benne van, legalábbis nagyon remélem, hogy aki olvassa egy picit magáinak érzi majd a dolgot, például a szüleim és édesapám, majd megbocsátja ezt a rengeteg lófaszt, ami benne van. Soha, nem bocsátja meg. A törpeharcsák megbocsátják. A törpeharcsák megbocsátják. És akkor most kinyitnám ezt a beszélgetést, hogyha van valakinek kérdése még az alkotókhoz, akkor itt az idő feltenni ezt a kérdést. Ki lesz az első, aki megkérdezi, hogy mennyibe kerül? Senki? Nem. Itt állunk pőrén. Viszont, ha nincs kérdés, akkor kezdődjék a dedikálás és az állófogadás. Amikor fel lehet tenni szép csendben és kevésbé nyilvánosan majd a kérdéseket, ha esetleg valaki szégyellős lenne. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és gratulálok a könyvhöz. Mi meg gratulálunk neked, aki kitűnő moderátorként levezényelte ezt az egészet, és köszönjük szépen. Köszönöm. Szuper vagy! Köszönöm. Köszönöm.